Köszöntöm a Cikádó magazin nézőit! Ismét pályázatot írt ki Bátaszékváros önkormányzata a civil szervezetek támogatására. A pénzalapra minden szervezetnek április közepéig kell benyújtania igényét, és várhatóan az elbírálások is lezajlanak a hónap végéig. A Felvidéki Hagyományőrző Egyesület táncosai mutatják meg tudásokat a Művelődési Ház színpadán. Ők is, mint minden civil kulturális egyesület a városban, időről időre megmutatja, hol tartanak a hagyományaik megélésében, kitűzött céljaik elérésében. Bátaszéken hagyomány, hogy a különböző szervezetek folyamatosan segítik a város rendezvényeinek lebonyolítását. A költségvetések erre adott lehetőséget, hogy ebben az esztendőben is 4 millió forint keretösszeget határozunk meg a Bátaszéken működő civil szervezetek működési, illetve rendezvényeinek a támogatására. A Bátaszéken mintegy 32 civil szervezet működik. A 4 milliós keret fel van osztva különböző tevékenységi körökre, alapítványokra, sportszervezetek támogatására, hagyományőrző szervezetek támogatására, sőt az egyházokra is gondoltunk, amikor a keret meghatározása megtörtént. 2015 óta létezik ez a támogatási rendszer, hiszen akkor hívtuk életre azt a rendeletet, amiben szabályozzuk a keretnek a felhasználási módját. A meglévő pénzösszegeket a szervezetek minden esztendőben teljes egészében kihasználják rendezvényeikhez. Így volt ez a 2018-as költségvetés biztosította forrásokkal is. A város vezetése a napokban egyeztetett a szervezetek vezetőivel az idei esztendő rendezvényterveiről, ebben arról a segítségről, melyet a lebonyolítás során kérnek a közösségektől. Az idei támogatási elvek is szóba kerültek. A szervezetek a napokban nyújthatják be igényeiket a város vezetésének. A pályázati kiírás már megjelent, hiszen a költségvetés elfogadását követően azonnal közzétettük. Április 15-ig lehet a pályázatokat benyújtani a Városházán. A honlapon, a városunknak a honlapján megtekinthető maga a pályázati kiírás és a pályázati adatlap is, amelyen a pályázat benyújtására lehetőség van. A képviselőtestület a soron következő ülésén, tehát áprilisban el is bírálja ezeket a pályázatokat, és a lehető legrövidebb időn belül meg is kötjük a támogatási szerződést, és a támogatást is biztosítjuk a civil szervezetek számára, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak jutni a pénzhez, és minél hamarabb az egyesületük működéséhez fel tudják használni. Alapvetően az egyesület életéhez kapcsolódó költségekre lehet felhasználni, a működésükhez kapcsolódó kiadásokra, dologi kiadásokra, rendezvényeknek a szervezésére. Hát nagyon nagy elvárásaink nincsen, mivel közpénzről van szó, természetesen az államháztartás szabályai szerinti felhasználást felügyeljük, de eddig még nem volt probléma az elmúlt 4 évben az elszámolással kapcsolatban. Az április az óvodai beiratkozás ideje is. A jelenleg is teltházzal működő gyermekintézményben minden kisgyermeknek jut majd hely, mondta Simon Csabáné, intézményvezető. Az óvodások mellett a bölcsődében is várják a jelentkezőket. A végzős óvodások már az iskolára készülnek. A napi feladatok között a felkészülés segítők is megjelennek. Ősztől ők már elhagyják az ovit, és helyükre jöhetnek a legkisebbek. Ebben a hónapban van ideje annak, hogy a szülők eleget tegyenek beiratási kötelezettségüknek. Óvodánkban a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha városi óvodában a beiratás április 24-én és 25-én lesz ebben az évben. Ahogy szokott is lenni, minden nap, vagy illetve ezen a két napon 8 órától 4 óráig jöhetnek a szülők. Lehetőleg mindkét szülő jöjjön, ha egy mód van rá, valamint hozzák a beiratandó leendő óvodás kisgyereket is ezen a napon hozzánk. A beiratáshoz szükséges, hogy elhozza a szülő, ha van a kisgyereknek személyi azonosítója, akkor azt, ha nincs, akkor a születési anyakönyvi kivonatát. Továbbá szükséges még a gyermek lakcímkártyája, tajkártyája, ha esetleg külföldi a gyermek, akkor az útlevele. Továbbá, ha esetleg
olyan orvosi vizsgálaton vett részt, ami hogy olyan orvosi eredménye van, ami fontos lehet számunkra, befolyásolja a mindennapokat. Allergia, ételérzékenység, valamint ha a hátrányos helyzettel kapcsolatban igazolása papírja van, akkor azt is szeretnénk kérni. Jelenleg 9 csoport működik az oviban, és 225 kisgyerek tölti itt a mindennapjait. 68 tanköteles korú gyermekünk van idén. Ebből a 68 gyermekből 45 fog iskolába kerülni. Tulajdonképpen azt várjuk, hogy mind a 225 férőhelyünk be fog telni, tehát így a számok alapján 45 gyermeket várunk majd. Igazából vannak kizáró okok, bár a törvény tulajdonképpen ezzel így nem foglalkozik, de azért általában azt a gyermeket szoktuk fölvenni óvodába, aki szobatiszta. Tehát, de általában 3 éves korra már szobatiszták a gyerekek, ha véletlenül nem, akkor nyilván a szülő fog arra törekedni, hogy mire óvodába kerül, addigra megoldódik ez a probléma. Most kötelező annak a kisgyereknek óvodába jelentkezni, óvodába járni, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Tehát akkor az adott év szeptember 1-től neki kötelező óvodába járni. Ezt a kötelezettséget a szülőnek kell teljesíteni. És lehet felmentést kérni a gyermek 5 éves koráig abban az esetben, ha a védőnő, valamint az intézményvezető, vagyis én úgy látjuk, hogy a gyermek fejlődése vagy egyéb miatt az ő érdeke azt szolgálja, hogy még otthon maradjon. Ezt a felmentést, ezt a jegyző adja, tehát ő hozzá kell benyújtani a kitöltött formanyomtatványt. Ha nem Magyarországon teljesíti az óvodába járási kötelezettségét a gyerek, akkor erre a szükséges formanyomtatványt is megkaphatják az óvodában a beiratás idején. A hátránnyal élő gyerekek számára felzárkóztatási foglalkozásokat szervez az intézmény. Olyan fejlesztő foglalkozást szervezünk a gyerekeknek, ami célzottan ezekből a hátrányokból vagy hátrányból eredő esetleg valami képesség vagy készség szinten elmaradás tapasztalható. Elsősorban nekünk a 3 éves gyermekeket kötelező felvenni. Abban az esetben, ha minden 3 éves gyermeket, aki bátaszéki lakosú, vagy a tartózkodási helye Bátaszéken van. Tehát ha ezeket a 3 éves korú gyerekeket felvettük, akkor, és van még üres férőhelyünk, akkor van mód arra, hogy a 2,5 éves gyerekeket is felvegyük. Ahol pedig a bölcsődei beiratkozás lesz időszerű a családokban, tette hozzá az intézményvezető, őket is várják a beiratás ideje alatt. Újabb Európai Uniós szabványnak megfelelő gumilapok kerülnek a Basicheim óvoda játékai alá, emellett egy kondicionáló parkkal is bővül a kínálat, és emellett a lakossági igényeknek megfelelve zajfogó hálókat is felszerelnek a focipályára még a tavasz folyamán. Reményünk volt arra, hogy egy B-típusú sportpark tud megvalósulni itt a Basicheim játszótéren. Ennek a pályázatnak a keretében úgynevezett ez a B-típusú park, ez egy 70 négyzetméteres felületen 10 darab sporteszköz elhelyezésére fog majd szolgálni. Ezek a sporteszközök elsősorban felnőttek sportolásának teremt majd lehetőséget, hiszen itt a testsúly kihasználásával lehet majd ezeket az eszközöket használni. Ezzel a parkkal is bővül majd a bátaszékiek közkedvelt játszóterének szolgáltatása. Így már több korosztály számára nyújthat majd pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. Alapvetően a támogatás a kormányon keresztül, a nemzeti sportközpontokon keresztül 100%-ban finanszírozott lesz, tehát maga a sportpark kialakítása a városnak nem kerül forrásába. A sportparkot megközelítő járdaszakaszt, illetve az ivókutat kell a városnak saját költségvetésből biztosítani, ezeket annak idején is vállaltuk. A munkaterület átadására a következendő 10-15 napon belül lesz lehetőség, akkor a kijelölt vállalkozó átvesz a területet, és hát az ő kapacitásának függvényében nagyon reméljük, hogy még tavasszal meg tud épülni ez a sportpark, és a bátaszéki fiatalok igénybe tudják megvenni ennek is a lehetőségét. A Basicheim Park nem csak a mindennapi játszóterezés helyszíne, hiszen számos rendezvénynek, köztük a nyárzárónak vagy a gyereknapnak is ez a tér ad helyet.
A város évről évre lehetőségeihez mérten javítja a játékok biztonságát is. Megkezdtük ennek a felújítását a kerítéseknek, mert balesetveszélyes volt, erre fogunk most egy 2 kosárnyi pénzt megcsinálni, illetve a zajhatások csökkentése érdekében ilyen labdafogó hálót fogunk még elé húzni a kerítésen. Szükséges volt a lépés a zaj miatt, mondta Bozsalik Róbert, mert a játszótér környékén lakók rendszeresen panasszal értek, és nem mehet a játék az ő kényelmük rovására. Csak a háló költségvetése megközelíti a közel 500 000 forintot. Emellett folytatódik a hinták alatti gumiszőnyegek cseréje is. Tavaly esztendőben mintegy 1 000 000 forint állt rendelkezésre a Bátaszéken működő és Bátaszékváros önkormányzat által fenntartott játszótereknek a karbantartására, felújítására. Bátaszéken 2 játszótér van a mögöttünk, illetve a jelen pillanatban, ahol tartózkodunk, a Bézikem játszótér, illetve a Kolozsvári utca sarkán van még egy játszótérünk. Folyamatosan felügyeljük a játszótereknek és a játszótéri eszközöknek a minőségét, balesetveszélyességnek az elhárítását, hiszen erre jogszabályi kötelezettségünk is megvan. 2017-ben zajlott egy komplett felülvizsgálat ezzel kapcsolatban. Balesetek elhárítása érdekében folyamatosan karbantartjuk ezeket az eszközöket. A tavalyi esztendőben kezdtük meg az ütéscsillapító szigeteknek a cseréjét. Ennek megfelelően 2 játék alatt tudtuk kiváltani a homokos ütéscsillapítást egy gumiszigetes ütéscsillapítással. Ezt ebben az esztendőben is folytatni kívánjuk. 1, maximum 2 játék alatt próbáljuk ezt a lehetőséget biztosítani, hiszen ebben az esztendőben mintegy 1,5 millió forint áll rendelkezésre a játszóterek karbantartására, felújítására. Idén tervezzük még, hogy a sportpályákat körbevevő kerítésnek a felújítását is elvégezzük, hiszen az elmúlt 10 évben sajnos az időjárási körülmények egy kicsit megtépázták ennek a műszaki állapotát. Igen népszerű, azt lehet mondani, a Bézikhemi játszótér, hiszen a családosok gyakran látogatják ezt a parkot, a gyerekek szeretik, a gyerekek körében népszerűek ezek a játékok, és a városnak is 2 rendezvénye is kötődik ehhez a térhez, hiszen a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztény Gyula Városi Könyvtár szervezésében 2 esemény is zajlik. Egyrészt a Városi Gyereknap, másrészt ősszel a Nyárzáró Fesztiválnak is ez a tér ad helyszínt. A bukovinai székelyek soha nem felejtették el azt a 3,5 évet, amit Bácskában töltöttek a 40-es években, és máig őrzik az ott szerzett emlékeiket. Ezekből az emlékekből, néprajzi gyűjtésekből, képekből nyílt kiállítás Bátaszéken a Művelődési Házban. A kiállítás kurátora, Papp Árpád azt mondja, a tálat a bukovinai székelyek sorsán keresztül kívánja bemutatni azt a traumát, amit a II. Világháború idején a Kárpát-medence összes népcsoportjának el kellett szenvednie. A II. Világháború idején, 1941-ben költöztették a székelyeket Bukovinából Bácska különböző falvaiba. Itt egészen 1944-ig maradhattak, majd a partizánok és a szovjetek miatt a 15 000-es népcsoportnak Magyarországra kellett menekülnie. A bukovinai székelyek ezt követően szétszóródtak a Dunántúlon. 1945. májusában pedig Bonyhád központtal Dél-Tolnába, Észak-Baranyába és Bács-Kiskun megye déli részeire telepítették be őket. Bátaszékre is sok székely érkezett és lelt otthonra. A mai napig több százan élnek a településen. Ez annyiból érdekes ez a kiállítás, mert ha végignéz az ember a képeken, ugyan kicsit elmosódotta, de sajnos kellene nekem ismernem még azokat, akik ott vannak a székely kórusba, de hát már nekem is kezdenek kikopni. Ami érdekesség, hogy hogyan kerültünk oda. Ugye az 5 falu volt Bukovinában, aki akkor osztrák-magyar monarchia volt, de hát 18-as háborúnak a vége, a nagy háború vége, Romániához csatolták ezt a részt, ahol mi voltunk is. 18-tól 41-ig, mert 41-ben jöttünk el onnan, nagy szomorúság volt, mert nem féltek az emberek az utcán is magyarul beszélni. 41-ben sikerült dr. Németh Kálmánnak is összeállítani, összeszervezni ezt az 5 falut. Ugye mindenkinek elege volt a ottani létből is haza Magyarországra. És akkor mindenki, akinek volt ládája otthon, vagy
ha nem volt, akkor úgy szögeltek a meglévő deszkákból össze, és az értékeket, főleg a kézimunkát, meg valamennyi élelmiszert föltették a lovaskocsira, és ott hagyták a házat, a földet, mindent. Eljöttek Kosnáig, ott volt a történelmi magyar határ. Ott a magyar határőrök átvették őket, ugye leltár szerint darabszámra, nem tudom hogyan, a románok adták át hivatalosan. És fölültek a vonatra, és nem akartak Erdélybe maradni, már féltek ettől a határváltozástól, és egész Szegedig jöttek. Jó apám azt mondta még, hogy ott voltak legalább 3 hétig ott. A szegediek hoztak ki nekik ennivalót, meg időnként főztek is nagy bográcsokba nekik. Ott várták, hogy hova mehetnek tovább, ugye. Szanaszét kerültek, mert az én szüleim így központi szervezésbe, Zala megyébe kerültek, és ott élték át a telet. Mikor átjöttek Magyarországra, akkor nem tudták, hogy hova kerüljenek, és akkor derült ki az, hogy Magyarország ugye vissza tudta foglalni Bácskát, Dél-Magyarországot, és ott meg a betelepült Dobróval játszok, akik jó katonák voltak, azok gyorsan elfoglalták, amikor 20-ba elbuktuk a dolgot, és amikor megtudták, hogy visszafoglaltuk, akkor ők elmenekültek, és ott maradtak üres házak. És a székely emberek látták, hogy milyen jó a föld, és mondták, hogy jó lesz nekünk akkor a Bácska, mert hát csak Magyarország. Igen, nem, de sajnos ez csak 3 évig tartott. A bukovinai székelyek soha nem felejtették el azt a néhány évet, amelyet Bácskában töltöttek a 40-es években. Máig őrzik az ott szerzett emlékeiket. Ezekből az emlékekből, képekből nyílt kiállítás Bátaszéken a Hósodjati vált megelőzően. A kiállítás egy Szabadkán tavalyi év folyamán bemutatott időszaki kiállításnak tulajdonképpen a mobil változata, és a tárgyát tekintve az a 3,5 év, amit a bukovinai székelyek a Bácskában töltöttek. A 3,5 évre vonatkozó adatokat elsősorban a Budapesti Néprajzi Múzeumból, illetve hát gyűjtőktől, leszármazottaktól sikerült ugye beszerezni, illetve hát természetesen több éves kutatás előzte meg, hiszen a kiállítás még megelőzte egy kiadványnak a 2016-os megjelenése, ami a Zenélő kút nevet viselte, miként az a hátam mögött is látható, ami annál is izgalmasabb és annál inkább kötődik Bátaszékhez. Jó lehet, a látszólagos kapcsolatot azért nem lehet így felfedezni, hogy a Zenélők út maga az Bács József falván felállított szimbolikus jelentőségű kút volt, ami, mint tudjuk, a Bács József fal végzőne az Bátaszékre menekült a 44-es atrocitásoktól joggal félve. A 3,5 év apropóján levonható következtetések, tapasztalatok útján próbálja bemutatni azt a sorsot, ami nem csak és nem kizárólag a bukovinai székelyekről szól, és nem is kizárólag nekik szól. Hiszen az a második világháborús tragédia, trauma, az nem kizárólag a bukovinai székelyek számára volt szörnyű és megrázó, hanem azt hiszem, hogy a Kárpát-medence összes népe számára. Ilyen módon a bukovinai székelyek sorsán keresztül igyekszünk bemutatni, és valahol elfogadtatni azt a szemléletet, hogy egy történet bemutatása is lehetőséget teremt arra, hogy komparatív módon több sorsot ismerjünk meg. Azzal, hogy most gyakorlatilag Szabadkáról jön ugye Bátaszékre, azt a célt is szolgálja, hogy bemutassa, hogy láma. Van rá lehetőség, van rá igény, hogy egymásra figyeljünk. Mert ha egymásra figyelünk, ezek túl a jelmondatokon, túl a lózungokon, igazából a tudásunkat gyarapítjuk, és hogyha a tudásunk gyarapodik, úgy abban az esetben a félelmeink is megszűnnek, és akkor lehet igazából túllépni és újra fogalmazni egy csomó dolgot. A
A Budapesti Néprajzi Múzeumnak az etnológiai adattárában található közel 8000 olyan cédula, de több mint 80 levéltári jelzet, ami a 42-43 során a Bácskában végzett néprajzi kutatásokat mutatja be, illetve ezeken a kutatásokon készült anyag, ami hallatlanul fontos és hallatlanul aprólékos. Ez valószínűleg a kutatás alapján arra következtethetünk, hogy az ipar, pontosabban a képzőművészeti egyetemnek a hallgatói végezték, ez ilyen terepmunka volt, és fantasztikus és gyönyörű rajzok is többek között, meg hát dallamlejegyzések is láthatók. A néprajzi gyűjtés mellett, a saját történetük mellett az általunk megfogalmazott, illetve általunk megfogalmazni egy kísérletet tettünk arra, hogy megfogalmazzuk az ő történetüket, azzal az igénnyel, hogy a saját történetünk is a kánonba bekerüljön. Nagyon fontos azt is kanonizálni, hogy maga a történet, úgy a bácskai történet, úgy a Kárpát-medencei történet, mint azt az imént is mondtam, az nem értelmezhető egymagában, hanem csak természetesen maga a teljes egészében. Mi kocsikból elindultam, könnyen se volt, úgy busultam, a magámtól el kell válni, szülőfalú. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!